Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Mi indokolta az ukrán mézbehozatal tilalmának feloldását? Erről is szó volt a Gáva Vencsellő rendezett agrárfórumon. Hamarosan mutatjuk a részleteket, íme a teljes kínálat. Oklevél áttadó. Átvették diplomáikat a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói. Nemzeti ünnep. Pénteken a forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. Agrárfórum Gáva Vencsellőn aktuális problémákról és lehetőségekről tanácskoztak. 116 hallgató vehette át oklevelét szombaton a Nyíregyházi Egyetemen. Szabó György rektor kiemelte az élethosszig tartó tanulás fontosságát, majd kitüntetést adott át az egyetem legjobb 10 oktatójának. Rektori dicséretben részesültek azok a hallgatók is, akik kimagasló hallgatói és sporttevékenységük kapcsán öregbítik az intézmény hírnevét. Ismét talárt és csákót öltöttek a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói. Az egyetemi zászló felvezetésével bevonult a szenátusi ülés elnöksége és kezdetét vette az az ünnep, mely minden egyetemista életében meghatározó esemény. Az egyetem rektora Szabó György beszédében az egész életen át tartó tanulásra ösztönözte a végzős hallgatókat. Nagy kihívás a 21. században egyáltalán ugye az oktatási rendszernek, a helyzetének a vázolása. Az eleink még azzal a naivitással indítottak el egy gyereket a felsőoktatás rögös útján, hogy kitanítatlak, diplomát adok a kezedbe, és ezzel boldogulsz. Ennek a világnak vége van. Ez a generáció, aki ma szányra kap, az egész életen tartó tanulás folyamatába betagozódik. Alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, vegyes a kép. A mintegy 4000 hallgatónkból 170 hallgató kapott záróvizsgázott, és ebből személyesen mintegy 120 hallgató fogja a közeli percekben átvenni a oklevelet. Szabó Tünde országgyűlési képviselő kiemelte, a modellváltásnak köszönhetően tovább nőtt az oktatás színvonala az intézményben. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk, hiszen tudjuk jól, hogy ez nagyon fontos állomás mindenki számára, és osztozhatunk ezen az ünnepségen önökkel. Tudjuk, hogy az útkeresés először mindig rögös területen kezdődik, majd egyre inkább érezzük, hogy a ránk bízott feladat bizony óriási felelősséggel is bír. Ahogy haladunk az idővel, egyértelművé válik, hogy a fejlődéshez a kihívások teljesítése mindvégig alapvető célunk kell, hogy legyen, a tartós előre lépést pedig az egyetemi életben és a munka világában is csak az elkötelezettség teremtheti meg. És tudjuk, akik saját élet filozófiájukat, a szakmai tudás, a türelem, a szorgalom, a kitartás és a hűségre építik, hosszú távon is eredményesebb jövőt tudhatnak magukénak. Ennek fényében pedig világos lesz előttünk, hogy az életünk valódi mércéje csakis az igaz teljesítmény lehet. Kedves végzős hallgatók! Jó érzés osztozni elismerésükben, amely annak köszönhető, hogy az igaz teljesítmény tükrében oktatóik, családtagjaik, barátaik és környezetük számára is megmutatták, hogy amit célként meghatároztak maguk előtt, sikerrel és felelősséggel tudják teljesíteni. Büszkeséggel tölt el, hogy a hallgatók tanulmányaik során az elmúlt tanévben is számos regionális, országos vagy akár világ eseményen képviselték eredményesen az intézményt, amelyhez ezúton is szívből gratulálok. Mindezek az eredmények minket is megerősítenek abban, hogy olyan jellemű, felelős fiatalok kezdik meg hamarosan a pályafutásukat, akikre már rátaláltak a példaképeik is. A 2 évvel ezelőtt elindult modellváltás nagy lehetőséget adott ahhoz, hogy egy dinamikus növekedési pályára állítsa az intézményt. A folyamatosan megújuló, innovatív képzések és a széleskörű kapcsolatok által az itt szerzett oklevelek mára már kimagaslóan értékesek a munkaerő számára is.
Örömteli számunkra, hogy a 2023-as és 24-es tanévben a Nyíregyházi Egyetem megduplázta elsős hallgatóinak számát, továbbá sikeres úton halad a digitális egyetemmé válás elérésében is. A több mint 50 éves tapasztalat és az itteni hagyományrendszer olyan tradíciót képvisel, amely a pedagógus képzéstől a mérnök, gazdaság, természettudományos vagy akár művészeti képzéseken át a pilóta képzésig széleskörű területet ölelát, hosszú távon és összetartó közösséget épít, generációkon átívelő értékeket ad hallgatóinak. A köszöntők végeztével oktatói és hallgatói elismerések átadása következett. Jutalmazták az egyetem top 10 oktatóját, 9 hallgató részesült rektori dicséretben kimagasló sport tevékenysége kapcsán, mellettük Pro Disciplis Akadémiai kitüntetést kapott Bujáki Sándor, osztatlan tanári szakos hallgató. 2016-ban kezdtem a tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetemen, testnevelés és biológia szakon, és már abban az évben elhelyezkedtem ugye a hallgatói önkormányzati testületben. Kezdetben ugye tagként tevékenykedtem, nagyon sok gólyatából, sok rendezvény volt, amiben ugye segítettem a hallgatótársaimat és a szervezési helyzeteket, szituációkat, és ugye eljött ez a mai nap, amikor úgymond utoljára jövök be ide a Nyíregyházi Egyetemre, és meg fogom kapni ugye a diplomámat, aztán a további terveim pedig az, hogy elhelyezkedjek pedagógusként. Ugye vagy külföld, vagy Magyarország, ez még nagy kérdés, de mindenképpen ebben szeretnék elhelyezkedni. Milyen volt a hallgatói élet? Milyenek voltak itt együtt a fiatalok, és hogy hiányozni fog ez a közeg? Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni, rettentően. Mai napig is úgy jövök be, vagy ha erre járok, hogy egyszerűen, Istenem, ilyen hamar eltelt ez a rengeteg év. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon fog hiányozni azok a baráti társaságok, amiket ugye itt kötöttünk, bulisztunk, mentünk ide-oda, amoda zárt helyi dolgozatok, vizsgák, tanárokkal, nagyon jó kapcsolatot ápoltam, meg ápolok is a tanárokkal, és igazából tényleg minden nagyon-nagyon fog hiányozni, tehát hogy egyszerűen nagyon, tényleg nagyon fog hiányozni. A kitüntetések átadása után a végzős hallgatók kezükbe vehették a több éven át tartó munka gyümölcsét, azt az oklevelet, mely bizonyítja azt, hogy az adott szakterületen elegendő tudást szereztek ahhoz, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A Magyarországgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A 176 évvel ezelőtt történtekről most dr. Vinnai Győző történésszel, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docensével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a televízió nézőket! Kezdjük akkor mindjárt az első nappal, a március 15-ével, és egyáltalán a kitűzött célokkal. Mi az, ami elindította, milyen célok mentén indult el a magyar ifjúság, és milyen nemzetközi környezetben kell elképzelni ezt az egész helyzetet. Talán erről kellene először beszélni, hogy nemzetközi környezet, egy egész Európa forrongott, ugye Bécsben is kitört a forradalom, korábban Párizsban, Észak-Itáliában, tehát ebbe a sorba illeszthető be a pesti forradalom március 15-e, de hogyha egy picit az előzményekről szólhatok, akkor mert ez egy sorsfordító nap volt. A magyarok válaszút elé érkeztek, hogy rendi állam legyen, vagy egy parlamentáris állam legyen, hogy az egyén jogait kiterjesztik-e, hogy a társadalmi felemelkedés megvalósul-e, hogy eltörlik-e a régi feudalizmust, mondjuk az úrbéres viszonyokat, a jobbágyok terheit, vagy az úri széket, amit később majd az áprilisi törvények szentesíteni fognak abban a 31 törvénycikkelben, és hát ott megjelentek a felvilágosult arisztokraták Széchenyi vezetésével, vagy a birtokos nemesség, Kossuth, Deák
vezetésével, vagy éppen az értelmiségiek, a márciusi ifjak, akik a Pilvaxban összegyűltek, és radikálisak voltak, gyors haladást akartak. Itt gondolok Petőfire, Jókaira, Vasvárira, hiszen Vasvárinak megyei kötődése is van, ugye Tiszavasvárihoz köthető az élete, hiszen ott látta meg a napvilágot. No, tehát visszatérve, március 15-e sorsfordító nap a magyar történelemben, és ahogy a felvezetőben is hallottuk, hogy gyakorlatilag visszatértünk ahhoz, hogy nemzeti ünnepünk lett 1991-től. Az egyetemisták már korábban is megünnepelték a 80-as években, de akkor még tiltották a kokárdát, tiltották a megemlékezést. 1991-től ez lehetőségé vált, és ez az ünnep a legszentebb ünnepünk, mert egy modern Magyarországot teremtett meg, a polgári Magyarországot, annak minden vívmányával. És hát egyfajta függetlenséget, szabadságot, pontosan, ugyanakkor a különböző nemzetiségek együttműködését vagy együttélésének az elképzelését. Így van, mert mondjuk ki őszintén, hogy a 18. században, tehát a török kiűzése után Magyarországon volt egy hosszú periódus, a Rákóczi szabadságharc után, amikor béke volt. Ez volt a polgári felemelkedés időszaka, újjáépítés és polgárosodás, ahogy Kosári Domokos az egyik könyvében megírta, és gyarapodtak az emberek, és már a régi adók, az egyházi tized, az úrbéres viszonyok, azok már gátként voltak rajtuk, és ezt el akarták törölni. És ekkor jött a felvilágosodás, majd az 1848-as forradalmi hullám, és Magyarország Európa élvonalába került, hiszen nálunk mit kíván a magyar nemzet. Ugye már maga az a szó, hogy magyar nemzet. Tehát az számít, hogy ki tartozik a magyar nemzethez, és nem az számít, hogy ki melyik társadalmi csoporthoz tartozik, hogy a nemességhez, vagy a polgársághoz, vagy a jobbársághoz. Tehát egységes nemzetben gondolkodtak. Ennek volt előjele a reformkorban a magyar nyelv államnyelvétele, hogy aki magyar nyelven beszél, az tagja a magyar nemzetnek, és persze sok nemzetiségű ország voltunk, éppen a 18. századi betelepítések, a német betelepítés, a felvidéki szlovákok délre mentek, hát ma is tudjuk, hát Nyíregyházának az ősei is, ugye, vagy éppen Békés Csaba, Mezőberény, Szarvas környékén, tehát be kellett népesíteni az ország középső és déli részét, így Magyarország sok nemzetiségű ország lett, és hát ott volt a Habsburg elnyomás, a birodalmi elnyomás, ami ellen a függetlenség eszméje, a szabadság eszméje megvalósult. Én három fogalmat emelnék ki a mai fiataloknak, ami azt jelenti, hogy az akkori hősök, akár a Márciusi ifjak, akár Kossuth Szemere és a többi, vagy akár Széchenyiék, vagy Batthyány Lajos, gróf Batthyány Lajos, aki az első felelős magyar kormány feje volt 1848-ban, hogy ők mind-mind három dologról gondolkodtak. Az egyik, hogy gazdasági átalakulás kell. Tehát feudalizmus helyett kapitalizmus. És ekkor ez a gazdaság, a kereskedelem, a közlekedés fejlődését, társadalmi jólétet hozhat el nagyobb tömegek számára. Ez volt az egyik. A másik, politikai átalakulás kell. Ez benne volt a mit kíván a magyar nemzet 12 pontjában, hogy évenkénti országgyűlés Pesten, nemzeti őrsereg, szabad vallásgyakorlatot, vagy szabadságot vallási és polgári tekintetbe, a választójog kiterjesztését, na jó, persze ez még a népképviselet alapján volt, de ez még nem volt egy nagyon kiterjesztett választójog, de akkor is népképviseletet követeltek, tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy szabad hazát akartak, sajtószabadság, a cenzúra eltörlését, szabadságot, a hazaszeretet és a függetlenség gondolata ott volt, hogy mi magyarok kik kell, hogy, mert ugye meg is volt a függetlenség nyilatkozat, tehát Kossuth ezt következetesen képviselte, hogy kiszakadjunk abból a birodalomból, mert ott bennünket, mint magyarok elnyomnak. De ön is említette, hogy a nemzetiségek nem álltak mellénk, sőt, hát a bécsi udvar kijátszotta ezt a kártyát a magyar forradalom ellen. Tudjuk jól, hogy Jelasics Horváth Bán
Pákoznál Móga Jánossal megütközik, és ez egy sikeres csatánk volt ugyan, de a nemzetiségeket a Bécsi udvar ellenünk hangolta, mind a délvidéken, szerbeket, horvátokat, mind a szlovákokat, és Erdélyben pedig a románokat, hogy ők úgy érezték, hogy nem kapják meg azokat a jogokat, amelyekért a 48-as forradalom küzd és harcol. Mégis meddig jutottunk el ezekben a célokban? Mennyire sikerült lefektetni a parlamentáris alapokat? Sikerült lefektetni a parlamentáris állam alapjait, mert én azt szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy az áprilisi törvények, amelyeket az uralkodó, akkor 5. Ferdinánd volt abszolút uralkodó, szentesített 1848. április 14-én, és 31 cikket tartalmaztak, és ezek a gazdasági, társadalmi, politikai átalakulás legfontosabb cikkei voltak. Mondhatnánk, ez volt a magyar alkotmány. Tehát nem így hívjuk, de ezek az áprilisi törvények az alkotmányos monarchiát teremtik meg. Alaptörvény. Alaptörvényet. Itt föl is írtam magamnak, hogy valójában ez az áprilisi törvények három ilyen nagy csoportot hoztak létre, és csak azért akarom elmondani, hogy az egyik, amely a polgári szabadságjogokat teremti meg, például előzetes cenzúra eltörlése, sajtószabadság, bevett keresztény felekezetek egyenjogúsága, aztán vannak gazdasági jellegű jogszabályok, a hitelintézetek felállítása, a közlekedés fejlesztése, vagy politikai jellegűek, évenkénti országgyűlés Pesten, ami benne volt a 12 pontban, de ezt az áprilisi törvények szentesítették, felelős magyar kormány és végrehajtó hatalom, népképviseleti választási kódex létrehozása, tehát közteherviselés, úrvéres szolgáltatások eltörlése, egyházi tized eltörlése, úri szék eltörlése, tehát egy teljesen új, modern parlamentáris demokráciát, egy polgári államot kívántak létrehozni, és ezért volt ez a nagy lelkesedés Petőfiék részéről, mert úgy gondoltak, hogy egy újat alkotnak, és jól gondolták, amely szabadságot ad az egyénnek, és szabadságot ad a magyar embereknek, a magyar emberek közösségének, a magyar nemzetnek. Tehát ezért fájó az, hogy ezek a célok, amelyeket kitűztek, azok érvényesültek az áprilisi törvényekbe, de utána a Bécsi udvar szövetkezve az oroszokkal, már az orosz cár első Miklóstól kérnek majd segítséget, mert ugye kezdetben sikeres a magyar szabadságharc, Pákozdi és Sukoró. Egészen Svehadtig nyomulnak. Majd 1848. decemberében lemondatják Ferdinándot, és Ferenc József lesz a uralkodó, egy fiatal emberről van szó, akkor 18 éves, és ő azonnal megkezdi a katonai intervenciót, vagy a katonai támadást, Windisch-Gécz főparancsnokkal, és nyomulnak Bécs irányából Buda irányába, ugye a Duna mentén, és Erdélyben is harcok vannak, de itt hál' Istennek Bemapó sikereket ér el az erdélyi hadjárat folyamán, de próbálják a magyar forradalmat katonailag leverni, ezért hívjuk szabadságharcnak, és 1848. decemberétől indul meg, 49 elején a kápolnai csatában még vereséget szenvednek a magyarok, de utána jön a dicsőséges tavaszi hadjárat, amit így tanulunk az iskolában, a dicsőséges tavaszi hadjárat, Görgei, Klapka, Damjanics, és 60, Tápió, Bicska, Iselszeg, ezt a gyerekek is föl tudják sorolni, és ez fordulatot ad a szabadságharcnak. Igen, ám csak van még egy sajnálatos fordulat, nekünk magyaroknak sajnálatos fordulat, hogy ezen sikerek után Ferenc József első Miklóshoz fordul, és mintegy 200 ezres orosz hadsereget hív be a forradalom leverésére, mint feudális birodalom nagyhatalom, amely azért jött ide, mert úgy érezte, hogy ezek a szabadságjogok az ő birodalmát is veszélyeztetik. Hiszen Görgei leírja egy helyen, és nagy viták voltak a magyar hadvezetésben, én nem vagyok ennek szakértője, de olvastam erről, hogy volt egy 170 ezres Habsburg sereg, volt egy ugyanennyi magyar sereg, és jött egy 200 ezres orosz, és akkor viták voltak, hogy külön ütközzenek meg előbb a Habsburgokkal, utána az oroszokkal, hol délen, vagy az ország középső részén, tulajdonképpen ekkor a magyar szabadságharc 1849 nyarára
nehéz helyzetbe került, és utána következett a világosi fegyverletétel, amely ma is történészek vitatkoznak rajta, hogy jó lépés volt, nem volt jó lépés, Görgei mit tett. Van erről is vélemény, arról is vélemény, de tulajdonképpen ez a szabadságharc leverését és végét jelentette. Az viszont vitathatatlan, hogy ez a forradalom és szabadságharc egy kitörölhetetlen lenyomatot hagyott a magyar nép történelmében, és nem csak a történelmében, hanem a lelkületben is. És még valamit talán a következménye is, mert ugyan elbukott a forradalom és szabadságharc 1849-ben, és utána volt egy osztrák önkényuralom, a Bakk korszak. De ez nyitotta meg az utat a kiegyezéshez, hogy tulajdonképpen az osztrák és magyar kiegyezés megteremti annak a lehetőségét 1867-ben, és ez Deák szorgalmazza leginkább közjogi vitában, mert szemben áll Kossuthtal, mert Kossuth ugye a szabadságharc leverése után örökös emigrációba vonul, és ő nem adja föl az elveit, míg Deák azt mondja, hogy nekünk be kell illeszkedni, és lesz egy dualista állam, egy osztrák-magyar monarchia, amely 1867 és 1918 között tulajdonképpen 5 évtizedig gazdaságilag emelkedő nemzetet hozott, és Magyarország számára ezek a boldog békeidők az első világháborúig, azok kitörölhetetlenül emelkedő évtizedeket jelentettek. Hát úgy gondoljuk csak arra, hogy Budapest kiépült, arra az épületek, a megteremtődött a magyar hitelintézetek világa, a magyar ipar, a magyar kereskedelem, és Magyarország egy modern, mondjuk úgy, hogy merem használni, az, hogy közepesen fejlett ország volt. Hát a vasútvonal hálózata az egyik legfejlettebb lett az első világháború előstéjére Európában. Egyetlen mondatra van még időnk. Ennek a 176 évvel ezelőtti történetnek mi a mai üzenete? Hát a legfontosabb üzenet, hogy a szabadságért mindig harcolni kell, és az egyéni érdekek mellett a közösségi érdekeket, úgy, mint egy települési érdek, vagy egy kisebb közösség, egy nagyobb közösség, a legnagyobb közösség, a nemzeti érdekeket mindig képviselni kell, és ezt a fiataloknak is tudom mondani, hogyha egyéni életükben sikeressé válnak, akkor nem csak ők egyénileg sikeresek, hanem a családjuk, a közösségük, a településük, ahonnan származnak, ahol az iskoláikat végezték, és végeredményben a mi magyarok is. Tehát valahol ez oda-vissza működik. Közösség nélkül egyéni siker sincs. Így van, pontosan. Dr. Vinnei Győző, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszélt nekünk. A gazdák terheinek csökkentéséről, az ukrán gabona okozta piaci problémákról és a vidékfejlesztési pályázat megváltozott feltételrendszeréről tanácskoztak Gáva Vencsellőn. Az Agrárfórumon szó volt arról, ha a kormányzat kiáll a gazdák mellett, a brüsszeli döntéshozókon pedig egyre nagyobb a nyomás a tüntetéseknek köszönhetően. Már nem először adott otthont agrár szakemberek tanácskozásának Gáva Vencsellő általános iskolájának aulája. A település mezőgazdasági szempontból központi szerepet tölt be a járásban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hagyományok szerint összehívja a gazdákat a tavaszi munkálatok kezdete előtt. Most azonban sok más téma is indokolta a fórum megrendezését. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben, gazdasági helyzetben milyen feszítő körülmények lengik körül a gazdatársadalmat. Itt van, hogy nekünk van a tavasz ugye már, és a helyi gazdakör tagjaival úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne úgy az állami vezetés részéről, az MVH vezetés részéről, a megyei vezetőket egy kicsit egybegyűjteni, és az aktuális problémákról beszélni, illetve a megjelenő újdonságokról egy kicsit tájékoztatni a környékbeli gazdákat. Hát itt a járás mondhatni összes gazdájára, vagy Rakamasztól, de akár Tiszadadától, Ibrányig gondoltuk itt összehívni a gazdákat, és úgy látom, nagyon szép számban gyülekeznek. És hát Gáva Vencsellő egy központi helye ezeknek a gazdafórumoknak, mert területarányosan, vagy hogy is mondjam, egy régi sváb településről van szó, és rengeteg földünk van, tehát Sárospataktól Görögszállásig terjednek a határban a termőföldjeink. Nagyon jó aranykoronás földek, nagyon sok gazdával, és tehát tényleg, ahogy a gazdasági helyzet szorítja a gazdákat, a jelenlegi háborús és ahhoz kapcsolódó energia, gabona problémák, tehát ezekről mindenképp beszélni kell, én úgy gondolom, itt a tavasz kezdés előtt.
Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nagy az összefogás az agrárium területén, a kormányzatnak pedig különösen most kötelessége segíteni a gazdákat. Én már hagyomány, hogy egy Gáva Mencsellőn a Szabolcs 2-es választókerület gazdái összegyűlnek a tiszavasvári, az Ibrányi és a Nyíregyházi járásból. Azért fontos, mert az agrárium mindig fontos volt ezen a vidéken, mezőgazdaságból sokan élnek, itt erősek a gazdák, és most elég komor felhők vannak az agrárium egén, és ezeket a dolgokat meg kell beszélni a gazdákkal, akár a termelésről beszélünk, akár a piacról, akár az ukrán termékek, mezőgazdasági termékek megjelenéséről, hiszen tudjuk, hogy milyen problémát okoz az ukrán gabona megjelenése Magyarországon, ami gyakorlatilag nem kellene, hogy így legyen, és ezért szakmai előadások is lesznek, ki kell állni a gazdákért, el kell mondani azt, hogy milyen szakhatósági feladatok vannak. A magyar kormány az Európai Uniós pénzeknél 80%-ig lehet magyar forrásból kiegészíteni az agrártámogatásokat, ezt maximálisan megtette, azért is küzdeni kell, hogy ezek a pénzek időben érkezzenek, egyéb pályázati lehetőségek is vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar mezőgazdaság, amely tavaly is jól teljesített, hiszen a nemzeti jövedelem termeléshez nagy mértékben hozzájárult, azt jelenti, hogy Magyarország nem csak, hogy ellátja magát élelmiszerből, hanem ugyanannyit még exportálni is tud. És szerintem még az a kérdés is napirendre kerül, hogy hogyan lehet az élelmiszeripart fejleszteni itt a megyében, vagy ebben a térségben. Az ukrán gabona vámmentes behozatala ellen február elején tüntettek a gazdák Záhonyban. Európában már a 18 ország mondta ki egységesen, hogy korlátozni kell az ukrán mezőgazdasági termékek szállítását. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke Gáva Vencsellőn hozzátette, a magyar gazdák helyzetét más jellegű problémák is nehezítik, emiatt folyamatosan nyomást kell gyakorolni a brüsszeli döntéshozókra. Nekünk is vannak olyan problémáink, amik hasonlók a európai tüntetőkkel kapcsolatosan, és szeretnénk azokat felszínre hozni és megoldani. Szerencsére nekünk azért olyan dolgokért, mint a gázola jövedéki kiadó, vagy a kormány által juttatott támogatások is az Unióba engedélyezett plafonon vannak, szóval nekünk azért más jellegű elvárásaink vannak, de én azt gondolom, hogy mint minden évben, ebben az évben is van olyan probléma, amik megoldásra várnak. Nagyon elkeseredett a közhangulat, és ezt tapasztaljuk, és mi is azért döntöttünk így, hogy egyre több ilyen agrárforumon veszünk részt, szinte minden héten most már a tavaszi munkák megkezdéseig, hogy tájékoztatást nyújtjunk a gazdálkodóknak is, illetve abban a döntésükben, hogy vessenek vagy ne vessenek, egy iránymutatást adjunk, és inkább azt segítsük elő, hogy vessünk, mert ha most úgy döntünk, hogy esetleg már a vetőmagot se vessük meg, vesszük meg, akkor kerülhetünk egy olyan helyzetbe is össze betakarítási időszakban, amikor esetleg ez a háború befejeződne, az minden megtermelt áru megtalálná a piaci lehetőséget, akkor meg nem lesz mit értékesíteni. Nem véletlen, hogy 18 Európai Uniós tagállamban törtek ki gazdatüntetések, amelyek egyik oldalon az adminisztratív terhek, az uniós oldalról érkező adminisztratív terhek, másik oldalon pedig az Európába érkező, lényegében az itteni termelési feltételekkel össze nem hasonlítható módon megtermelt ukrán vagy bármilyen más harmadik országból érkező termények okozta árcsökkenés miatt vannak. Úgyhogy mi abban vagyunk ebben elkötelezettek, hogy egyik oldalon az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termények importját nemzeti hatáskörben minden Európai Uniós nyomás ellenére fenntartjuk egyik oldalon, másik oldalon pedig abban keresünk szövetségeseket, és úgy tárgyalunk Európában, hogy ezek az Ukrajnából érkező termények hasonló feltételekkel kerülhessenek csak be az európai piacra, mint ahogy nekünk itt, magyar termelőknek ezt elő kell állítani. A gávavencselői tanácskozáson központi téma volt, hogy nemrégiben feloldották az ukrán méz behozatalának tilalmát. Ez a tapasztalatok szerint különösen a vármegye termelőit kifejezetten érzékenyen érinti. A keletről hozott termék ugyanis lenyomja a hazai árát. Államtitkár úrnak szóba szeretnénk hozni, hogy történhetett meg az, hogy arról a bizonyos ukrán
Ukrajnával alkalmazott tisztó listáról a méz kivételt szenvedett, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei méhészeket nagyon foglalkoztassa. Remélem, hogy el tudja mondani államtitkár úr, hogy mi indokolta ezt, vagy hogy szeretné akkor ezt a méhészeknek az értékesítési lehetőséget biztosítani. Ukrajnából olyan mennyiségű mézt hoznak be, mondjam azt is megint, hogy ellenőrizetlenül papírra, papír nélkül, ami elárasz a hazai piacot, és itt a mi termelőinknek pedig ott van a raktárkészleten. Éppen azért is kérték miniszter urat, hogy segítsen az értékesítésbe, és hallottuk az ősz folyamán, hogy Kínából is érkeznek be hamisított méz jellegű dolgok, úgyhogy az egyik problémát, ha csillapítani lehetett, akkor a másik meg rájuk jött, hogy talán az a kínai mézzel sikerült egy kicsit lassítani a behozatalt, de hát most megint oda kerültek, hogy szinte ellathatatlan a magyar méz. Feldman Zsolt államtitkár azt mondta, a kormány a döntést a kínai méz piacra gyakorolt hatása miatt hozta meg. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt két évben egy nagyon általános értékesítési válság alakult ki az európai mézpiacon. Két éve indult meg egy sokkal erősebb áramlása a kínai méznek, amely lenyomta az egész európai piacon a mézárakat. Ez a lenyomott mézár, akkor, amikor a magyar méhészek által állított méznek kétharmada, 80%-a a nyugat-európai piacokon kerül értékesítésre, akkor bizony óvatatlanul felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudják a magyar mézexportőrök ebben a versenyhelyzetben fenntartani a pozíciójukat. Úgyhogy ilyen értelemben mostani állás szerint abban bízunk, hogy lényegében a magyar méz exportja ezzel a, ha úgy tetszik, a korábbi struktúrában magyar és más forrásból származó méz együttesével újra meg tudta kapaszkodni az európai piacon. Gáva Vencselőn a vidékfejlesztési pályázat gazdaságfejlesztési és beruházás ösztönzési támogatásainak megváltozott feltételrendszeréről is tájékoztatták a jelenlévőket. 2023-ban egy új agrártámogatási rendszer indult el, amely valamennyi gazdálkodó számára és a végrehajtásban lévő intézményrendszerek számára is új feladatokat jelentett. A jó hír, hogy ennek keretében is ma már a gazdálkodó 94%-a ebből támogatásra tudott jutni. 2024-ben pedig elindulnak a vidékfejlesztési pályázatok. Beruházások tekintetében, különböző kompenzációs támogatások tekintetében egyaránt. Arra tudunk biztatni mindenkit, hogy úgy alakítjuk ki ezeket a pályázatokat, hogy a kisebb és közepesebb gazdaságok számára könnyebben elérhető legyen, hiszen akár gyümölcsben, zöldségben, állattartásban egyaránt egy könnyített felhívás fog megjelenni a kisebb gazdaságok számára, és abban is igyekszünk segítséget nyújtani, hogy lényegében ezeknél a beruházási típusú pályázatoknál tudunk majd akár 25% mértékig biztosítékmentes előleget biztosítani, hogy könnyebben meg tudják kezdeni a beruházásokat, és a kapcsolódó beruházás hitelekhez is a kamattámogatásokat lényegében meg fogjuk tudni támogatni. Tehát könnyíteni szeretnénk, hogy ebben a mostani mezőgazdaság szempontjából nem egyszerű helyzetben is, ezen az oldalon, aki tud és szeretne, az tudjon előrelépni az agrárium területén is. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!